A járási hivatalok rendszere a magyar állam egyik legfontosabb eszköze, ugyanis saját szolgáltatásait kínálja itt a lakosság számára az állam. Hangoztatta Fehérgyarmaton dr. Tuzson Bence. A közszolgálatért felelős államtitkár szerint ez az egyik olyan csatorna, ahol az emberek el tudják mondani véleményüket az ügyintézéssel kapcsolatban, ezért fontos, hogy modern és gyorsan működő legyen az épület és a szolgáltatások összessége is. Több ezer olyan ügy van, amit a járási hivatalokon keresztül, illetve a kormányhivatali rendszeren keresztül, vagy akár a kormányhivatalokban, a kormányablakokban lehet elintézni. Mi azt szeretnénk, hogy ezeket az ügyeket valóban gyorsan lehessen elintézni, és szinte mindent egy helyen lehessen elintézni, egy helyen lehessen kezdeményezni, és hogyha valaki mondjuk például személyigazolványt akar, vagy lakcímkártyát akar csináltatni, vagy lakcímkártyát kell neki csináltatni, az is nagyon gyorsan menjen, akár egy-két nap alatt megkaphassa a végén azt az igazolványt, amit kezdeményezett. A több ezer ügyet pedig több tízezer lakos intézi napi szinten. A Fehérgyalmat térségében 50 település található, 50 település járási központja Fehérgyalmat, és közel 38 ezer ember él ebben a térségben. Fehérgyalmat központi szerepet tölt be a térség életében, legyen szó gazdaságpolitikai vagy kulturális kérdésekről. Az ügyintézések jelenleg több különálló épületben zajlanak. Ezeknek egyfajta rendszerezése is lesz az új hivatali épület, ahol az igazságügyi, hatósági és szociális osztály, a földhivatal, az állategészségügyi osztály és a Máté Szalkához tartozó népegészségügyi osztály dolgozói kapnak majd helyet. Fehérgyarmaton 350 millió forintos összköltségvetéssel épül új járási hivatal. Nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy ez nem Európai Uniós, hanem hazai forrásból épül. Ugye Magyarország kormánya számára fontos az, hogy a járáshivatali struktúra az épületeket tekintve, az ingatlanokat tekintve is minél jobb állapotú legyen. Én azt gondolom, hogy ez egyik nagyon fontos előfeltétel annak, hogy kiváló szakmai munka folyjon. Ez egyaránt fontos az ügyfelek számára, de nyilvánvalóan fontos a kollégáink számára is. Az új hivatal 587 négyzetméteren épül fel, a földszinten és az emeleten is kialakítanak irodákat, amelyek modern homlokzati szigetelést kapnak. Az épület mellett szilárd burkolatú parkolót és egy kis kertet is kialakítanak. Ez meg fog felelni a 21. századi követelményeknek, és hát remélhetőleg majd több száz éven keresztül fogja szolgálni az itt élőket. Most jelen pillanatban a járási hivatal állománya 70 fő, a költözés egy 35 főt fog érinteni az új épületben. A tervek szerint 2019 év elején elkészül és megkezdi működését az új hivatali épület Fehérgyarmaton.